Iskola Másként hetet tartott a Babeş-Bolyai Tudományegyetem. A szervezett foglalkozásokra, előadásokra több megyéből érkeztek tanulók és kísérő tanárok. A legnépszerűbbek a szabadulós játékok voltak, amelyeken a Mindennapok Fizikája verseny legjobbjai vehettek részt. Mechanika, fény és hő volt többek között a megoldandó feladatok tematikája, amellyel adott időre kellett elkészülniük a résztvevőknek, hogy kiszabadulhassanak egy-egy teremből. A 9-esekből álló székelyudvarhelyi csapat távcsővel, polarizációs szűrőkkel, színszűrőkkel dolgozott a feladatok megoldásán. A fizika maga a kísérletek tudománya, és ez nagyon fontos, hogy gyakorlati haszna is legyen az egésznek, és nagyon jó dolog, hogy mindaz, ami elméleti tudás, azt egy konkrét célért, egy kiszabadulásért gyakorlatba lehet ültetni. Ezek már a marosvásárhelyi bolyai is diákok, ők az inga lengéseit számolták, ugyanis az adta meg a kulcsot a következő lépést rejtő lakathoz. A versenyzők szerint nem csak tudás, hanem logika is szükséges a kreatív feladatok megoldásához. Sokféleképpen lehet például egy számot meghatározni, hogy az legyen a kód igazából, tehát hogy egy ilyen érdekes rejtvényt lehet köréje készíteni. A sokszínű feladatok által korábbi és frissen szerzett ismeretek elmélyítése volt a cél. Nem is annyira az van, hogy ők mit tudnak, mit hoznak, hanem hogy mit visznek el innen, mit tanulnak. Tehát, hogy megismerkednek fogalmakkal, olyannal is esetleg, amit még nem, mert lehet, hogy az állóhullámokat ugye még nem vették sem 6-ban, sem tudom én 8-ig. De ha vették is, akkor is esetleg rögzül, ha meg nem, akkor meg tanultak valamit. A Mindennapok Fizikája versenyen 7 megye 24 iskolájából mintegy 260 magyar diák vett részt. A legjobban teljesítő csapatok jutalma volt a szabaduló szobákban való játék.